Új szobák és főzőkonyha. 340 millió forintból újult meg a bölcsöde. Pál utca a könyvtárban. Orosházára érkezett a vándorkiállítás. Békésvár megyei amatőrbajnokság. Dárcosok mérték összetudásukat szombaton. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió április 2-ai keddi híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket! 340 millió forintból újult meg és bővült ki a Kisharang bölcsöde. A visszanemtérítendő támogatásból többek között egy teljesen új főzőkonyhát és a gyermekek egészségét őrző sószobát is kialakítottak. A kisgyermekeket egy teljesen felújított épületegyüttesben fogadják Orosházán. A Zöldfa utcai önkormányzati fenntartású Kisharang bölcsödében a földszint részleges átalakítása, továbbá szintrá emeléssel a tetőtér beépítése valósult meg. A március 28-ai ünnepélyes átadáson Erdős Norbert Orosháza és térsége országgyűlési képviselője hangsúlyozta, 2010 óta a polgári kormányzat a családbarát politika irányába nagy lépéseket tett. Rámutatott a bölcsödei férőhelyek számának emelkedésére. A legdöntőbb jelentőségű szám az, hogy 2010-ben 32 ezer férőhely volt, ami mostanra 64 ezerre emelkedett föl. Tehát lehet látni, hogy a kormányzat kiáll a családosok mellett, a családbarát politika folytatódik, számíthatnak rá a 25 év alattiak is a személyi jövedelemadó kedvezménnyel, a négy gyermekesek vagy a négynél több gyermekesek is ott is személyi jövedelemadó kedvezményt lehet regisztrálni. Összességében egyébként tavaly évben több mint 685 milliárd forinttal támogatta a kormány személyi jövedelemadó kedvezményekkel a családpolitika minden egyes szegmensé. Dávid Zoltán polgármester elmondta, szülőként is kiemelten fontosnak tartja, hogy a gyermekek a legjobb, legszebb és legmodernebb körülmények között nevelkedhessenek. A pályázat keretében egy új és modern főzőkonyhát, a bölcsöde tetőterének beépítésével új közösségi helyiségeket és egy fejlesztő szobát is kialakítottak. A sószobával, a fejlesztő helyiséggel, a tornaszobával szintén a bölcsödés gyermekek nevelési színvonalát emelik. A Kisharang bölcsödében a tetőtér beépítés során új konyhát kapott az épület, és ez sokkal higiénikusabb, sokkal biztonságosabb lehetőséget a kollégáknak ad arra, hogy itt az ételeket elkészítsék. Úgy gondolom, hogy ezt sokan fogják majd örömmel venni. Elkészült egy új sószoba is, ami a gyermekek egészségét őrzi és segíti megőrizni. Azon kívül megújult, megszépültek a terek. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egy biztonságot ad és egy lehetőséget arra, hogy még szívesebben hozzák ide a gyermekeket és bízzák a Kisharang bölcsödére. A terület és településfejlesztési operatív programban 340 millió forintból megvalósított bővítés célja a bölcsöde kapacitásának növelése és az 1978-ban épült egység modern, a 21. század követelményeinek megfelelő energetikai és esztétikai szempontokat is figyelembe vévő átalakítása volt. Bogárné Kis Ildikó, az Egységes Szociális Központ igazgatója ismertette, a Kisharang bölcsöde 2022-ben elkezdett felújítási munkálatainak közepette sem zárta be kapuit. A dolgozóktól és a szülőktől is türelmet, alkalmazkodó képességet kívánt a rendhagyó élethelyzet, de a célt szem előtt tartva most elmondható, a megújult intézmény minden feltételt biztosít az idejáró kisgyermekek megfelelő körülmények közötti neveléséhez. A jelenleg 76 férőhelyes intézmény a közeljövőben újabb férőhelyekkel bővül. A svájci központi székhelyű Wörz 2013-ban kezdte meg Orosházán termelési tevékenységét. Dr. Ónódi Tamás ügyvezető elmondta, a központ nagyon elégedett az orosházi alkalmazottak munkájával. Dr. Ónódi Tamás, a Neumann János Tudós Társaság tagja, korábban Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott, a magyar mérnökképzés jó hírnevét Svájcban is megörökítő, példaadó szakmai és civil tevékenység elismeréseképpen. Az ügyvezető 20 éve van a vállalatnál, számos terméket fejlesztett. Kérdésünkre válaszolva elmondta, a rendelést a svájci székhelyű anyavállalattól kapják, így a célokat is ott határozzák meg. A magyar munkaerő érdeklődő és motivált. Svájcban nagyon elégedettek az orosházi alkalmazottakkal. Kiemelten ügyelnek a dolgozói állomány megtartására, az elmúlt években bérfejlesztésre és egyéb juttatásra is fordítottak.
A cég, amikor megalakult, nem az volt a célja, hogy extra nyereséget termeljen ki Magyarországon, hanem hogy biztos munkaerő hátteret biztosítson a vállalat továbbfejlesztése részére, és ezt sikerült elérni. Ma már az akkori 8-ból kezdve, ma 10 év után 80 fővel dolgozunk. Ebből a 80 főből és az eddigiek során még egyszer sem került sor arra, hogy bárkit a gazdasági okokból elbocsátottunk volna. Mint megtudtuk, hosszú távon tervez maradni Orosházán a cég, sőt, a közelmúltban egy újabb fontos lépést tettek előre. Dr. Onodi Tamás elmondta, a szabadságtéri épületrészt eddig bérelték, de Dávid Zoltán polgármesterrel és a városvezetéssel együtt gondolkodva új alapokra helyezték elképzeléseiket. A város a volt bérleményt piaci áron, nyílt árverés útján értékesítette. Orosháza így profitál belőle, hiszen az ingatlanban hasznos tevékenység zajlik majd ezen túl is, munkahelyeket biztosítva, sok orosházi család megélhetését garantálva. A cég pedig a befektetéssel elköteleződését fejezi ki a város mellett, tovább erősítve a jó kapcsolatot. Orosházán többek között olyan hosszú alagutakban alkalmazott biztonságtechnikai eszközöket gyártanak, amelyek 900 Celsius fok feletti hőmérséklet mellett is képesek egy ideig biztosítani az áramellátást, a vészvilágításnak és a szellőzőrendszereknek. A cég az autótöltőállomások kiépítéséhez alkalmazott alkatrészekben és az okosházakba beépített elektronikai megoldásokban is úttörő. A Jussz Zsigmond Városi Könyvtárba érkezett a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Móra Kiadó ZRT jóvoltából a Pál utcai fiúk vándorkiállítás. A tablókat és a tárgyakat Gyuláról hozták, és a Szentesi Könyvtárba viszik majd tovább. 1907-ben jelent meg először könyvalakban Molnár Ferenc híres regénye a Pál utcai fiúk, amely a mai napig az egyik legolvasottabb mű nem csak hazánkban, hanem a világ számos országában is. Népszerűségének oka, hogy a regény olyan alapvető kérdésekre keresi a választ, mit jelent a barátság, a hűség, a bátorság, a haza, és mi az, amiért érdemes feláldozni akár az életünket is. A Pál utcai fiúk vándorkiállítás Orosházára, a könyvtárba érkezett. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Móra Kiadó közös kiállítása. A fővárosi Szabó Ervin könyvtárban volt az első állomása, és azóta folyamatosan könyvtárról könyvtárra jár. Gyuláról hoztuk el, és Szentesre fogják majd elvinni. Április 19-ig tekinthető meg ez a kiállítás, ami részben 11 tablóból áll, mint amit hátam mögött is található, és ez megvilágítja, hogy milyen volt a helyszín a Pál utcai fiúkon, milyen szereplők voltak, mi volt akkoriban, milyen játékot játszottak, tehát ilyen háttérinformációkat ad. 11 tabló a gyermekkönyvtár előterében áll, és jó néhány a korhoz, szereplőkhöz köthető tárgy a gyermekkönyvtárban várja a látogatókat. Megtalálható csónakos zsebe, régi és mai fiútárgyak, geréblevele, valamint az iskola világát idéző fotók. A tárlat részét képezi a gitegylet csomagja, az önképzőkör dokumentuma, Csónaki István bizonyítványa, továbbá golyók, zászló és több apró, de a regényben meghatározó tárgy. Az április 19-ig látható kiállítást megtekinthetik magánszemélyek, de várják osztályok, iskolai csoportok jelentkezését is. A Békésvár megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 19. fordulóját rendezték március 30-án. Az OMTK Ule a megyes bodzás csapatát fogadta a Mátrai stadionban. Az elmúlt héten sikeresen mutatkozott be az új orosházi szakmai stáb. Bolyer Gábor koordinátor, Bordás Dániel vezetőedző és Huszár Gergő edző vezetésével 7-0 arányban legyőzte a nagyszínás csapatát. Ezen a héten a meggyes bodzás látogatott a Mátrai stadionba. A közönség most is gólfesztivált remélt. Maximálisan elégedettek voltunk az első heti munkával és az első mérkőzés eredményével is. Ma is ilyen támadó szellemben játszik a csapat? Igen, ez a terv ma is, hogy szeretnénk hasonlóan dominálni a mérkőzés egészét tekintve. Megint csak úgy szeretnénk kezdeni, hogy múlt héten, akár eredményességet tekintve és a gólok számát tekintve, de akár játékot tekintve is. Úgyhogy bízom benne, hogy ez meg is fog valósulni. Már a második percben veszélyesen pattogott a labda a vendégek kapuja előtt, de a védők a mezőnybe vágták azt. A 14. percben Pap Máté erőteljes lövése került el a kaput. Egy perccel később a Burai visszagurított labdáját Babolek belsőzte fölé. A vendégek ritkán, de veszélyes támadásokat vezettek. A 16. percben Zsuzsa László került helyzetbe, de a vendégek csatára fölé lőtt. A 33. percben az orosházi mezőny fölény góllá érett.
Darida ívelt szabadrugását követően a labda átszállt a védőkön, és az érkező Szabó Ákos a hosszú sarokba lőtt 1-0. A fordulás után az 53. percben Papp Máté labdája üresen találta Juhászt, az orosházi játékos lövését a kapus lábbal védte. A 61. percben megduplázta előnyét az Ule. Babolek baloldali beadását Szabó Ákos középre fejelte, és a berobbanó Misztai két lépésről bólintotta a hálóba a labdát, ezzel a góllal már 2-0-ra vezetett az orosháza. 3 perccel később újabb hazai gólnak tapsolhattak a nézők. Ekkor Kasuba jobboldali beadását Juhász fejelte, senkitől sem zavartatva a kapu baloldalába, 3-0 az orosháza javára. A 71. percben szépítési alkalmat szalasztott el a vendégegyüttes. Varga Viktor került a védők mögé, lövését Marunák lábbal védte. A 77. percben Babolek váratlan lövése ragadtatta tapsra a nézőket, ami ugyan mellé szállt, de igen veszélyesnek bizonyult. A mérkőzés Rau életerős lövésével ért véget. OMTK Ule, Megyesbodzás, 3-0. A másik fél tudtam, hogy elkezdünk fáradni, mondtam a főnök, hogy próbáljunk be fejbe tovább is fönntartani a koncentrációt, ugye az odafigyelést, de ugye rengeteg beadás jött az ellenféltől, rengeteg pressing volt, ugye lepresszingeltek, és azt nagyon nehéz volt tartani, és előbb-utóbb sajnos az ilyen, tehát ezt nem lehet mondjuk 70 vagy 60 beadást levédekezni, de még nagyobb csapatoknak is nagyon nehéz, de attól függetlenül mindent beletettünk ebben a mérkőzésbe. Utána 3-0 után frissítettünk, mindenkit behoztam, aki egészséges volt, és ők is jó álltak bele a meccsbe, és úgy gondolom, hogy ez tisztességes eredményt értünk el, és gratulálok az orosznak a mai teljesítményhez. Ez egy kicsit nyögvenyelősebb mérkőzés volt, nem jöttek olyan ütembe a gólok, mint a nagyszénási rangadón, de ugyanazt a munkát tettük bele, rendben voltunk, pár harcokat nyertünk, meg voltak a helyzeteink, a helyzetkihasználásunk az volt egy kicsit vékonyabb a múlt hetihez képest, de gratulálok a csapatnak, és maximálisan elégedett vagyok. Az OMTK Ule szerdán, április 3-án, 18 órakor a gyulai termál csapatát fogadja a Békésvár megyei kupában. Az első fordulót rendezték a Heinekenben kialakított dartsteremben szombaton, a Békésvár megyei amatőr darts bajnokság 5 fordulójából. Májusban a szarvasi döntőben derül ki, idén ki a vármegye legjobb amatőr darts játékosa. A darts népszerűsége a tévés közvetítéseknek is köszönhetően továbbra is meredeken emelkedik. Nem csak az igazolt játékosok, de a dartsot hobbi szinten kikapcsolódásként űzők száma is folyamatosan növekszik. Az országos amatőr darts kupa népszerűsége is évről évre töretlen. Minden év elején 1000-nél is többen kóstolnak bele a versenyzés izgalmába. Ma rendezzük a Békés Vármegyei Amatőr Darts Bajnokság első fordulóját, ez egy selejtező forduló, 17 nevezés érkezett be. Teljesen amatőr játékosok játszanak, 17 főből sajnos egy búcsúzik a csoportkör után a versenytől, és utána a 16-os főtábláról a legjobb 8 fog bejutni a május 20-ai szarvasi döntőbe. Jöttek versenyzők Orosházán kívül Kondorosról, Kardoskútról, Gárdorosról, Medgyesegyházáról. A szervezők 4 csoportot alakítottak ki, a csoportokon belül körmérkőzésen alakult ki a sorrend. Itt még 3 nyert legig tartottak a meccsek. Az egyenes kieséses szakaszban már 4 leget kellett abszolválni annak, aki tovább szeretett volna jutni. Az orosházi Kránic Attila tavaly még igazolt versenyző volt, idén nem indul a szövetség versenyein, szabadidőkártyásként vesz részt az amatőr versenyen. Egyértelműen azért a célja vágtam neki, hogy belejussak a szarvasi döntőbe majd. Aztán majd látjuk, most játszottam eddig egy meccset, igazából nem ment a játék, de aztán majd látjuk, igyekszem, hogy jó legyek. Az orosházi fordulót végül kiegyensúlyozott, jó játékkal Szabó Attila nyerte. A második helyen Villás Tibor végzett, a harmadik Horváth Bence és Varga József elő. Rajtuk kívül Csányi József, Lévai Balázs, Kránic Attila és Ramkó László jutott a szarvasi döntőbe. Katar fővárosában állt rajtkőre gombkötőné Tóth Ilona. Az orosházi szenior úszó több számban indult, világbajnoki arany, ezüst és bronzérmet szerzett. Gyorsúszó számokban vett részt a közelmúltban a Masters vizes világbajnokságon gombkötőné Tóth Ilona. A szenior kiíráson 25 éves kortól kezdődően 5 évenként bontják a korcsoportokat. A török bálinti szenior úszóklub színeiben induló orosházi úszó 74 évesen korcsoportjának idősebb korosztályát képviselte, tehát jellemzően fiatalabb versenyzőkkel mérte össze tudását. Dohában 50, 100, 200 és 400 méteren versenyzett.
A 100 méter gyorsúszásban harmadik helyezést értem el, a 200 és a 400-ba abban negyedik, és egy ötödik helyezést értem el, valamint a váltókba a 4x50-es gyorsváltót azt megnyertük világbajnoki csúccsal, valamint a 4x50-es vegyes váltóba másodikok lettünk. Gombkötőné Tóth Ilona úszó számtalan szenior bajnoki címet, Európa bajnoki, világbajnoki érmet szerzett eddigi pályafutása során, mintegy 60 éves sportol rendszeresen. A nagyobb nemzetközi versenyek előtt igyekszik minden nap edzésmunkát végezni, a katari világbajnoki induláshoz is szintidőt kellett teljesítenie. A céljaim, addig úszok, ameddig élek, ameddig úszok, hogy úgy mondjam, ezt nem lehet abba hagyni. A jövőbeli sportterveiről elmondta, a nemzetközi kiírások között rendszeresen vesz részt hazai országos versenyeken, jelenleg a belgrádi Európa-bajnokságra készül. Most lássuk a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Új szobák és főzőkonyha. 340 millió forintból újult meg a bölcsöde. Pál utca a könyvtárban. Orosházára érkezett a vándorkiállítás. Békésvár megyei amatőrbajnokság. Dárcosok mérték össze tudásukat szombaton. Önök az Orosházi Városi Televízió április 2-ai keddi híradóját látták. Friss hír összefoglalóval legközelebb pénteken várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!